A családban nagyon sok embernek volt már epeköve, ez örökölheti, és ha igen, akkor meg lehet előzni a kialakulását egy 45 éves férfi, hát a hajlam az öröködő, meg a ez környezet. Mindenképpen is ebben az esetben kimondottan javasolt, tulajdonképpen megelőző, prevencia szempontjában javasolt ez, ennek a kapszulának a fogyasztása. Valószínűsíthető, hogy ebben az esetben egy genetikailag rossz epeürülési zavart örökölt az illető, ami a családban, és ezt észrevettem a betegeimnél is, hogyha a nagyszülők, szülőknél az epe probléma előfordul, az mindenképpen a gyerek. Jó, hát ott az étkezési szokások is mennek gyakorlatilag, és ugyanaz a pszichoszociális környezet, tehát okozat összeadódik. Nem lehet mindent csak egy valamire fogni. Persze.